Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket. Szeptember 10-e az öngyilkosság megelőzés világnapja, amelynek jelentősége, hogy erről a témáról minél szélesebb körben tudjunk beszélni, az elhallgatás és a megbélyegzés helyett. Mai beszélgető partnerem dr. Udvardi László, a Békés Csabai SOS telefonos lelkisegész szolgálat szakmai vezetője, akivel személyes ismeretségünk révén tegeződni fogunk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Kezdjük azzal, hogy mióta és miért van az öngyilkosság megelőzésnek külön világnapja. 2003-ban Stockholmban fogadtak el egy ilyen dátumhoz kötött emléknapot. Ennek több célja van, egyrészt, hogy egyéni, de akár társadalmi vagy kormányzati közegben is minél inkább jelentőség legyen, hogy felhívja erre a folyamatosan jelenlévő nagy problémára a figyelmet. 2016 óta van a citromsárga-narancssárga szalag, ami színben is jelképezi. Egyébként ez a gyertyalángról szól, hogy a mai nap ez arról szól, hogy gyújtsunk egy gyertyát az öngyilkosságban elhunyt szeretteink emlékére. Igen, ezt a szalagot, ezt az én ingemen is láthatják, csatlakozva ehhez a kezdeményezéshez. Ilyenkor ugye nem a számadatok a leglényegesebbek, de mégis érzékeltessük, hogy mekkora nagy problémáról van szó világszerte. Hát ezt úgy lehet legjobban elképzelni, hogy évente kb. 700 ezer befejezett öngyilkosság történik világszerte. Ez annyit jelent, hogy 40 másodpercenként egy. Magyarország éveken át világ első volt az öngyilkosságban. Ez a 80-as évek közepén több mint 4,5 ezer öngyilkosságot jelentett évente. Hát ez szerencsére manapság már jelentősen kevesebb, de én úgy gondolom, hogy ez az a problematika, ahol az évi egy is soknak számít. Ha úgy vesszük, ez naponta 5 öngyilkossági kísérletet jelent. Ez így is szerintem döbbenetesen magas szám. Minden évnek megvan a mottója. Ennek az évnek ugye az a mottója, hogy beszéljünk róla, vagy ahogy én szebben fogalmaznék, merjünk beszélni róla. Miért is különösen fontos erről a problémáról beszélni? Ugye mindenki azt mondja, hogy ez az egyén problémája, holott ez egy fontos társadalmi probléma is. Hát egyéni szinten ez mindig megjelenik, és alapvetően én is úgy gondolom, hogy felelősséggel tartozunk a környezetünkben lévőkért. Itt megjelenik az a probléma, hogy kér-e segítséget az öngyilkos, vagy hogyha beszéltetjük azt, akinek ilyen gondolatai vannak, akkor nem segítjük-e azzal, hogy ötletet adunk neki. Hát ez egy ilyen létező gondolat, de sosincs így. Tehát az öngyilkos az a legtöbb esetben nem meghalni akar, hanem nem akar úgy tovább élni, ahogy eddig. És tulajdonképpen az egyfajta megkönnyebbülés, hogyha ő beszélni akar, vagy egyáltalán beszélni tud róla. És szinte minden öngyilkos kér valamilyen módon segítséget. Ez ugye a cry for help jelenség. Itt az a kérdés, hogy ezt meghalljuk-e, vagy van-e akkor a környezetében valaki, aki hajlandó kapcsolódni hozzá. De ez egy borzasztó nehéz téma, amit ugye a nehézsége folytán úgy kerül is az ember, és igazából akkor tudunk jól odafordulni az öngyilkossággal foglalkozóhoz, hogy ha mi is képbe vagyunk azzal, hogy egyáltalán hogy állunk az öngyilkosság problémájára, ahogy említetted is, hogy elítéljük, megbélyegezzük, vagy úgy vagyunk vele, hogy hát ez az ő saját személyes dolga, vagy úgy vagyunk vele, hogy ez egy beszűkült állapot, amikor valaki belekeveredik, azon nekünk is segítenünk kell, még ha nem is ismerjük, vagy legalábbis valami segítség felé tolni, és akkor majd lesz valami szakellátó, vagy akárki, aki ténylegesen be tud avatkozni. Itt ugye az is egy nehéz dolog, hogy ezt akkor tudjuk igazán hatékonyan megcsinálni, hogyha a mi saját öngyilkossági gondolatunkkal is képbe kerülünk, hogy mi hogy állunk ehhez az egész problémához. Csak hát ez egy olyan dolog, amivel nehéz szembesülni, hogy az ember kerüli ezeket a témákat. Hát itt jön szóba az önismeret, amikor ezek előbb-utóbb kikerülhetetlenné válnak.
Milyen jelekre kell odafigyelnünk a környezetünkbe? Mi lehet gyanús? Mikor kell egy családtagnak vagy kollégának szakorvos segítségét kérni, ha azt veszi észre, hogy a környezetében lévőnél valami nem stimmel? Hát olyan specifikus jel, ami egyértelműen arra mutat, az nincs. Megváltozik a viselkedésük. Valaki befelé fordulóvá válik. Ugye az öngyilkosság mögött legtöbbször, hogyha a pszichiátriai kórokot akarunk keresni, akkor a major depresszió áll, vagy valamilyen szerfogyasztás visszahúzódóvá válik, kerüli a társaságot. De ennek az ellenkezője is lehet, hogy úgy van vele, hogy rövidesen véget ér az életem, és akkor elkezdek költekezni. De lényeg az, hogy valamilyen viselkedésváltozás van, de legtöbbször ezt valamilyen módon ki is fejezi magát az öngyilkossági gondolatot, hogy szívesen elmennék, vissza se jönnék, de jó lenne nem felébredni. Ugye vannak ennek súlyossági fokozatai, aztán még súlyosabb, hogy valahogy be kéne fejezni az életemet, aztán még súlyosabb, hogyha valamilyen eszközt is említ, vagy valami módszert, ahogy ezt befejezni, ezek egyre inkább ilyen sürgősségi felhívó jelek. És ha ilyen jeleket tapasztalunk, akkor mi mit tudunk tenni? Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen kell egy ilyen odaforduló attitűd, hogy akkor nekünk nyugodtan elmondhatja. Hát sajnos, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor rá kell szállni az időt, akkor nem lehet ezt megúszni, hogy na majd holnap után, majd valamikor. És legtöbbször a segítséget kérő nem utasítja vissza azt se, hogy akkor akár a házi orvoshoz, akár a pszichiáterhez, vagy ha nagyon sürgős, akkor tényleg a sürgősségi ellátóhoz is forduljon. Mert ő is érzi, hogy ez egy elviselhetetlen teher. Ugye azért, hogy a témára minél inkább felhívják világszerte a figyelmet, az öngyilkosság megelőzés világnap alkalmából több helyen szerveznek figyelemfelkeltő eseményeket. Ilyen volt múlt héten itt Békéscsabáron Városháza előtti téren, és kik szervezték ezt, és miről szólt ez az este? Hát ez tulajdonképpen egy gyertyagyújtás volt, ami arról szólt, hogy valahogy szimbolikusan emlékezzünk meg az öngyilkosság érintettjeiről. Nem csak azokról, akik elmentek, hanem azokról is, akik itt maradtak. Több szervezetet meghívtunk. Elsődlegesen a Békéscsabai SOS telefon, a Bali Hermina Alapítvány és még több társszervezet is jelen volt, hogy valahogy az összefogás jegyében emlékezzünk. Ha már a lelki segélyszolgálatról, a Békéscsabairól beszéltünk, múlt héten ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Mit kell tudni erről a szervezetről? 89-ben alakult a telefonos lelkisegély szolgálat, ez először még nem 24 órás szolgálat volt, csak az éjszakára koncentrált, aztán az évek során vált fokozatosan 24 órásra, aztán csatlakozott egy országos szövetséghez, ez a Lelki Elsősegély Telefonos Szolgálatok Szövetsége. A lényege az, hogy 24 órában elérhető, ingyenesen, és mindig van egy ügyelő, aki fölveszi a telefont. Van a sürgősségnek az a szintje, amikor nem várhat egy probléma. Nyilván a hívásoknak csak egy része az öngyilkossági hívás, mindenféle más pszichés jellegű elakadásban, segítségkérésben állunk a hívók rendelkezésére. Beszéltünk erről az ingyenesen hívható számról, mi ez a telefonszám, mi is ki fogjuk írni a képernyőre, és ki tárcsázza ezt, kinek ajánlott hívni ezt a számot. Ez a 116-123, ez országosan egy egységesített telefonszám. Hát tulajdonképpen olyan pszichés elakadásokban, bármilyen ilyen lelki eredetű problémában, Ahol ennek a problémának az átbeszélése, a közös gondolkodás nyújthat megoldást. Maga a szolgálat tényleg az öngyilkosság megelőzésről szól, de bármilyen más jellegű problematikákban is tudunk segítséget nyújtani. Ugye ma van a öngyilkosság megelőzés világnapja.
és ehhez országosan, illetve világszerte lehet csatlakozni az este folyamán, hogyan? Hát ez egy egyszerű történet, este 8-kor az ablakunkba tegyünk egy gyertyát, gyújtsuk meg, és valahogy a gondolatainkkal álljunk meg egy pillanatra, és tényleg ezeknek a tragikus eseményeknek az áldozataira, meg egy kicsit önmagunkra is gondolva csendesedjünk el, és adjunk egy súlyt ennek az eseménynek. A következő jeles időpont október 10-e, a Lelki Egészség Világnapja. Erre hogyan készülnek Békés Csabán? Lesz egy rendezvényünk, ahova előadókat hívunk meg, és workshopokat is tartunk, úgy általában a lelki egészség témájában. Ezt minden évben megrendezzük különböző előadókkal, hogy felhívjuk a figyelmet erre, hogy most azt jutott hirtelen eszembe, hogy az orvosi esküben van ez a ne árts című hozzáállás. Ez mindig nagyon fontos, hogy a körülöttünk lévőket próbáljuk segíteni, próbáljunk valamilyen pozitív irányba mozdítani, de ugye a lelki egészség arról is szól, hogy magunkra is gondoljunk, hogy magunknak se ártsunk, és próbáljuk magunkat is egy olyan állapotba tartani, ahol segíteni tudunk. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nyíltan tudtunk beszélni erről a rendkívül fontos problémáról. Én köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is. Vigyázzanak magukra és egymásra, további szép estét kívánok, viszontlátásra!